Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, és hasonló módon sok szeretettel köszöntöm a kedves vendégeimet, középen Baby Gabit, ugye, akit bizonyos helyeken Babi Gabinak mondanak, de... Meg Néni Gabi most már lassan. Néni Gabi. A rendezői jobbon ott van Binder Géza, művészfodrász, nem egyszerűen mesterfodrász, hanem neked sokat kell beszélni, ugye, mert ilyen tanfolyamokat tartasz, előadásokat tartasz, ugye, szóval te egy rétor vagy, egy szónok. Igen, része az életemnek a beszéd, ami nekem régebben nem volt az erőségem, de most bizony bele kellett húzzak az utóbbi pár évbe. Volt egy rövid nadrágod, és elárulom a kedves nézőknek, hogy nagyon jó lábad van. Le se volt borotválva. Látod, hogy végül is a Gabi azt mondta, hogy akkor inkább a hosszú nadrágot, mert egy ilyen jelentős üzletlánc névadója és tulajdonosa, az jobb, hogyha egy hosszú nadrágban van, és megfogadtad. Gabinak a tanácsát általában megfogadtam én régebben is, úgyhogy ő nagy hatással is volt rám. De majd nyilván majd ebből lehet, hogy nem akar beszélni, vagy később. De megkérdeztem tőle a folyosón, hogy akkor mi legyen, maradjon, nem maradjon, azt mondta, hogy nem maradjon. Én meg teljesítettem a kérését. És itt van mellettem jeles kollégám, Kembe Sorel, akiről kevesen tudják, hogy Artúr is vagy. Ezt így eltitkolod? Nem titkolom, ennek van egy nagyon érdekes történet, hogy 75-ben, amikor én megszülettem, akkor ugye... itt még egészen más rendszer volt, édesapám idején tanulni, diákként, stb. És akkor megkérdezték, hogy hogy hívják majd a gyereket. És azt mondták, hogy Kembe Sorel. Azt mondta erre az anyakönyvi hivatal, hogy itt bizony magyar ember, mert ugye állampolgárságilag. Én magyar lettem ugye abban a pillanatban, hogy megszülettem, az magyar embernek magyar név. És apám mondta, hogy bizony ez a gyerek nem lesz Józsi. És aztán nekem be József azért, na mindegy, furcsán is hangzom most így utólag, Jóci. És utána volt egy pár hét, nem is lehet, hogy hónap is eltelt, amíg itt a külügyminisztérium, a nem tudom, a nagykövetség, a kongói nagykövetség. Anyakönyvi hivatal. Valahogy megállapodtak abban, hogy legyen egy kompromisszumos megoldás, a Kembe Sorel Artúr, de azt is TH rövidúval. Tehát lett a kompromisszumnak még egy kis kompromisszuma, nem hosszú úval ír. De hív téged valaki Artúrnak egyébként? Most van egy rádióműsor, amit csinálunk, ott hívnak Artúrnak, mert az a műsor címe alapvetőleg, és véleményvezérek Artúrral is az indián, amely jó pofán hangzik LGT után szabadon. De igen, senki. A kicsi, a nagy Artúr és az indián. És van egyébként egy kicsi ismerősünk, a Géza ismeri az Almácska. Igen, a nagy az lett volna Robika, ezt is ismered talán, és az Artúr és az Indián. De a nagy is lehettél volna egyébként. Ja, egy személyben, kicsit kizolja. 190 valahány centi vagy, úgyhogy eléggé. A Géza mellett nagyon szeretlek látni tulajdonképpen ezt. Most is pan, ugye? Ja, de van egy közös vonásunk, egy csípőig ér a lábunk mind a kettőnek. Igen. Úgyhogy egy rövid gatyában ugyanúgy nézünk. És nekem is. Neked is? Nekem is, képzeld el. Kapcsán. Gabi, te elég régóta, te régebben ismered a Gézát, mint a Sorel, ugye? Nem. 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 De. Mármint a Gézát régebb volt, mint a Sorelt? Nem. Tehát te előbb ismerted a Gézát, nem, mint a Sorelt? Nem, ezt mondom, hogy nem. Nem? Hát a Sorel egy hihetetlen jó táncos volt, aki már a Baby Sisters klipekben szerepelt. Rád nem gondolok. Is egyben. Rád gondolok? Háromban. Igen. A Rád gondolok, Lesz, ami lesz, és volt még egy... Fiatal voltam, és kellett a pénz. Erotikus tánc volt, vagy csak de nem baj, hogy csináltad. Nem, tudom. De milyen tánc volt, szóval ez ilyen szexi volt, ilyen erotikus, nem, vagy ilyen? Nem. Abfetően... Jó, volt benne egy kis... De ugye a sztori, azt a kapitány nyilván rendezte azt a klip, pont a Rád gondolok klipre beszélek, gondolok. Igen. És ott volt benne, hogy ilyen csajozós szituációt kellett ott eljátszani. A bárpultnál, igen. A bárpultnál, állok egy bárpultnál, az ott. Igen. És akkor ott én talán a Klárinak kellett megfogjam a melleit, vagy nem is tudom, valami. Valami volt, de... Hátulról. De hogy emlékszel rá itt? Hát ez egy jelentős élmény, nyilván minden férfi. Mint egy három másodpercig feltűnik egy klipen, és olyan története van neki. De nem három másodperc, ott több volt sokkal, mert hát ilyen dramaturgikus a dolog. Egyébként a kapitány nyilván az, aki egy csomó ilyen jót csinált, ez a Easy Rider öcsémet, meg a most ezt a mi kis falunkat is ő csinálja, és azóta nagyon döngetett és jelens producer meg rendező. Ez nem is tudom, volt. Lehet, hogy 96 végén, 97 elején készült a klip, valami ilyesmi volt, és akkor volt még a Lesz, ami lesz, az is egy nagyon emlékezetes klip volt.
Elmondhatom, mibe voltál? Most már mi? Persze. Mond. Azt hiszem, egy rózsaszín kis nadrágba, és volt egy fehér szívecske a hátsóját. Rövid nadrágban? Hát ilyen forró naci volt. És így megcsapkodtam a fenekedet koreográfiára. Igen, koreográfiára, de hát ez akkor zseniális klip volt. Az azért érdekes ez a műsor idáig, mert ugye itt tulajdonképpen arról volt szó, már bocsássatok meg, hogy őszintén elárulom a kedves nézőknek, hogy én a Géza barátomat meghívom, aki egy jeles fodrász, és ő hív két másik barátját, elhívhatja, akit szabadon választva akar, és nagyon szeret benneteket, és ő hívott, és úgy tehát tulajdonképpen afelé megyünk, hogy végül is a Gézát ki is hagyhatjuk ebből az egészből. De nyugodtan, igazából feltettél egy kérdést, csak azt nem tudtad, hogy azért a szakmánkból kifolyólag, igen, tehát én a Gézát csiliárd évek óta ismerem, de a szakmánkból kifolyólag azért mi egy picivel előbb találkoztunk. A Géza jött, mikor jöttem? 2003-4, valami abba a tájba futottam be hozzád. 2003-4, valami. 2003. Igen. A Gézának nagyon érdekes története van. Én azért szeretem a fodrászokat, a női fodrászokat különösen, mert az én nagybátyám úgy hívták, hogy Tóbi bácsi. Én mindig irigykedtem, hogy egy csomó szupernő között. Tehát volt ez a Szécsi Pali, azt hiszem, az énekelte ezt a Gedeon bácsi, a nők bálványa. És ez a Tóbi bácsi, ez tipikusan olyan volt. És én nekem ez a Tóbi bácsi, ez egy ilyen etalon volt, mert tényleg úgy, mint ahogy a dalban mondja, hogy úgy körül rajongták a nők, és akkor tudod, ilyen félve kérdezték, hogy akkor most ez most így jó, meg ez most így jó, és a Géza egy valami hasonló hatású pasas tulajdonképpen, abszolút irigykedtem, és most a Gézának az a helyzet, hogy tehát amikor frizurát csinál, akkor is a nők veszik körbe, és amikor oktat tulajdonképpen, akkor is dominánsan a nők veszik körbe, ugye? Ezt jól tudom. Igen, hát ebből a tekintetből nagyon szerencsés vagyok, de ennek volt egy előzménye, mert tehát én, mint bárki más, mikor 8. után nem tudtam, mi leszek, és édesapámnak a múltjából következtettem, hogy akkor én is leszek autógépész, és akkor elmentem Aszódra, onnan eltanácsoltak, mert sok buliba vettünk ott részt. Pedig ott van javító. Nem tudtam belekerülni abba a mélyőbe. Bocsáss meg, vagy bocsáss. Nem, csak mondtam, hogy van javító a szódon, azt hiszem. Ugye? Hát ma vele szemben a súlyó volt, tehát nem kell mondani. Azért a balansz megvolt, tehát az egyik oldalra se kerültem, és akkor nővérem akkor járt éppen valakivel, aki a 60-i vasúti szakközépiskolába járt, és akkor megtetszett, így maga, ahogy mond, beszélt róla, és a végül kiderült, hogy akkor a szakmám, ha érettség is hozzá persze, de vasúti vontató és vontatott jármű szerelő. Uh-huh. Tehát onnan én még át akartam menni egy közgazdaságiba, oda nem vettek át, és akkor ott ragadtam, uh-huh. és hát a mozdonyműhelyből dolgoztam, hát nagyon depressziós voltam. Nyomasztott a mozdony? Tehát mondok pedig egy... Hát a Moldova írta ezt a könyvet, tudod, hogy akit a mozdony füstje, Jézus Mária, leesett. Mert akkor megmutatom, bocsánat, hogy így tettem így egy ilyen módon. Igen, reméljük, hogy nem lesz rá sokáig. Veszi, de leesett magától. Igen. Most már így. Majd ők is sorra kerülnek. Tehát, hogy egyszer beivatták édesapámot, hogy hát nem bírnak velem a tanműhelybe, a mozdonyműhelybe. Mert rossz gyerek voltál? Nem, hát hogy azt mondták, hogyha egy órán belül süllyednék 10 centit, hogy nem csinálok semmit, akkor napfélre elsüllyednék nyakig. Tehát, hogy hát akkor nagyon féltem otthon, tehát akkor felerősödtem, felmentem a, nem tudom, V43-as nagy mozdonyra, és akkor megkérdeztem a fickókat ott, hogy hát miben tudok segíteni, és akkor a csávó így kijött. És ezt ilyen hitelesen kérdezted meg? Tehát látszott a szemekben hát az próbált, érdeklődés? Hát próbáltam, hitelesen, persze tudták, hogy a tanulók azokra nem lehet számítani semmibe, de megkérdeztem, és akkor kijött a csávó nagy hengerből egy ilyen hatalmas, egy ilyen villáskulcsal, és akkor így rám nézett, közben cigilógott a szájába, és akkor mondta, hogy véres a torka. Tehát, hogy itt így abban is maradt nekem így a kedvem ez a szakmához, és akkor azt mondtam, hogy talán akkor volt a súrda is, hogy úristen, tehát valami nem stím, tehát nekem a családban nem volt senki fodrász, rokonsága se, és akkor úgy voltam vele, hogy tehát mi az a szakma, ahol tehát tisztaság van, tehát hogy nem fog a nyakamba dőlni egy liter olaj, amikor emlék az aknába, tehát tisztaság van, szól a zene, télen-nyáron jó a klíma,
Tehát, hogy és nem... az evidens volt, hogy nem a férfi, hanem a női fodrászati ágat választotta? Hát én, nekem az volt az evidens, igen, hogy a nő, nyilván ez akkor... Tehát nőkön jobban szeretsz dolgozni, mint férfi. Ez, igen, de nagyon szívesen. Tehát most már megint szélesedik a szakma, hogy van férfi, ez a barber, de mindegy, akkor is, előtte is volt, hogy valaki csak férfi, vagy csak női. De várj, ez a Borivoja Surdilovics miatt lett egy fodrász? Benne volt, igen. De figyelj, tehát hogy tudja a nevét. Ez a Jedna Modrati Csetice. Nem az, hogy Csurda, érted? Mi egyszerű falusiak, mondjuk, hogy Csurda. Igen. A Szorel meg mondja, hogy csak ugye ő volt taxis volt, azt hiszem, és utána elment fodrásznak. De mindegy, de az volt a lényeg, hogy úgy voltam vele, hogy melyik a szakma volt? Tényleg. Tisztaság, zene szól, nők vannak. Uh-huh. Tehát ez volt a három, és hogy jó a klíma, tehát nem kell szétfagyni télen. És akkor így beúrott, mint derült égből a villámcsapás, hogy női fodrász, tehát hogy hazamentem, és akkor mondtam édesapámnak, és akkor egyem a szívét, nyilván most már másképp gondolja, mert nagyon jó barátok vagyunk mai napig is, és akkor mondta, hogy ne hülyeskedj már fiamát, hogy női fejeket fogsz ott kapirgálni. Tehát ő azért egy igazi férfi típus, aztán mondta neki, hogy hát én megpróbálom, és akkor így indultam el ezen az úton. Bocsássatok meg, egy zárójelet hadd tegyek, a Borivoja Surdilovicsot említetted, ugye az Ljubiša Samardžić, és itt volt a Ljubiša Samardžić, aki én ezeket a főzőcske műsorokat, a nemzetközi főzőcskeket szerkesztettem, meg csináltam, meg volt mindegy, és az a lényeg, hogy volt itt a derékfelügyelő, volt itt a Szandokán, volt itt a Surda, és hát ilyenkor mindig elmentünk kirándulni minden, a legjobban a Szoba doktor felesége volt szimpatikus nekem, azok elmentünk a Maxima, meg ilyen helyekre, egy tünemény nő volt egyébként, és az a lényeg, hogy a Surda, a Szentendrén ott a főtéren lementünk ilyen pincébe, és olyan hűvös volt meg, és italoztunk, és nem érzékelte, tudod, fent 35 fokon, és én szemtanúja lehettem, amint a jeles színművész négy kézláb végig megy Szentendre főterén, és hát nagyon-nagyon érdekes volt, de ezeket mind diszkrécióval kezeltük, tehát de nagyon-nagyon jó. Az az érdekes, hogy ezek a pasik, mert általában azt mondják, hogy milyen sztárkodó, meg milyen kekecek, meg minden, olyan aranyos, hogy végig a Fritz Webber, aki a Deriknek a társak, hát egy tünemény pasas, szerények, kedvesek voltak, annak ellenére, hogy ugye mekkora sztárok voltak. Na most te is egy énekes sztár vagy, mennyire volt természetes, hogy téged megismernek, és mennyire tudtad kezelni ezt a dolgot, mert azért az úgy elég érdekes, amikor úgy oda jönnek, hogy Szorel úr, jaj, de... Nem, hozzám úgy lépnek, hogy Kálid Artur. Nem, de... Még kettőt találhat. Ja, akkor jön a következő, Barack Obama. Nem, Will Smith, az se, jó. Doktor, Barack Obama? Barack Obama, figyelj őt. Hát azért... Na Gabi, abba az eresztésbe kerültél, amikor fejlesztették ezt, hogy minél nagyobb sztár legyen az, aki előadja a nótákat, úgyhogy, és nálatok is ez nagyon sikeres volt. Na most te ezt hogy működtetted? Hát az az igazság, hogy annak idején a 90-es években volt egy hullám, ahol nagyon, már bocsánat, hogy ezt mondom, nehéz volt nem sztárnak lenni. Tehát ott azért rengeteg együttes volt, rengeteg olyan előadó, akik kevesebb sikert értek el, de volt két-három olyan dal, amit játszottak a rádiók, tévék, tehát régen nem az volt, mint most, tehát régen csináltál egy jó dalt, és az bekerült, azt játszotta a Zene TV, az az egy-két rádió, ami volt akkor, és akkor nem az volt, hogy szelektálás, hogy hát figyelj, őt nem, tehát hogy na mindegy, tehát arról, hogy mi van most, arról ne beszéljünk, mert itt ülhetünk holnap reggelig, és nem panaszkodásképpen akarom mondani. Több úgyhogy akkor szerintem most legközelebb hívjál meg engem, én hozok barátokat, és akkor majd mesélek erről is, hogy mi van ma Magyarországon. Na, hogy kifúr téged itt egy pillanattal a tapukát? Yes. Amikor elindult a Baby Sisters, én még szakközépiskolába jártam, abban az évben érettségiztem, és hát még autóm se volt semmi. Én szépen fogtam a hátizsákot, Martonvásáron felültem a vonatra, bejöttem az 545-össel, elmentem iskolába, utána fel a metróra, ki a délibe, fel a 230-as vonatra, és mentem haza Martonvására, tanultam, és ha csak nem volt délután stúdiózás. És mentem a metrón, és akkor már megjelent a Rád gondolok, tehát már akkor ismerték az arcomat, de én még mindig a kis hátizsákkal metróztam. És
felszálltok ugyanúgy fiatalok, és mondták, hogy te, ez az, nem, az nem az, te, mondom, hogy ez az, te, ez nem az, te, ezek nem járnak metróval, na, a következő állomáson kiszálltam, és soha többet nem, és azóta se tudok metrózni itthon. Szóval ez egy olyan törés volt nekem, hogy én olyan boldogan metróztam akkor is, tehát nekem nem volt ezzel problémám, de akkor más volt, tehát akkor éreztem meg igazán a súlyát annak, hogy ismernek, felismernek, tehát hogy ez egy olyan csapás volt akkor nekem, hogy és a mai napig is. De miért volt az? Tehát miért érezted úgy, hogy ez csapás? Még úgyis ez egy kedves dolog is lehet. Magyarországon az emberekben él egy bizonyos kép a sztárokról, hogy villába laknak, hogy mindig mindenért pénzt kapnak, hogy mindig minden tökéletes, hogy csilliárd pénzük van a bankszámlán, hogy milyen hiper-szuper autójuk van. Tehát, hogy él az emberekben egy kép, hogy a sztárok ilyenek. Na most én nem olyan voltam, hogy lettem volna olyan 18 évesen, vagy igen, tehát, hogy vannak ranglétrák, amiket meg kell járni. Most sincs villám. Tehát, hogy nem villában élek, de mindettől függetlenül én azt annak idején nem volt CD lejátszónk. És mondtam apukámnak, hogy megjelenik a Baby Sisters első lemeze, és én szeretnék egy CD lejátszót. És mondta apukám, hogy nem kapok, de ha hazahozom a CD-t, akkor megveszi. És én akkor kaptam CD lejátszót, amikor hazavittem a kezembe a Baby Sisters első lemezét. Szóval, hogy én egy picit más neveltetést kaptam, én egy picit másképp fogtam fel ezt a anyukám is jel legyintett, amikor mondtam, hogy én majd híres énekesnő leszek, mondta, hogy jó van, kislányom. Csuda ez a hely, csupa fura fej, nem ez, ami kell, de mégsem megyek el. Unom a zenét, és fárasztam beszél, egy pali ide lép, és játsza az eszét. Jó szokás szerint, de valahogy nem vagy itt. Pár szép szavat erdőbe vitt. Oh, yeah, yeah. Ez valami csiplek nagyon. Hát miért hagyod, hogy itt heverek pallagon? Én melegedek, ha elveszítelek. Ha elhagysz, én keretre feszítelek. Kell az, ami nincs, mindig az, aki nincs kellene. A csók, hogy megérít. Szűk van ide bent a test, szava szem. Ha elkaplak rá, és hogy mit jelent. Amikor a Baby Sisters-nél voltál, akkor neked a magánéleti háttered az milyen volt, hogy ilyen hivatalosan tegyen fel a nagyon bulváris kérdést, hogy tehát pasikkal, fiúkkal akkor már én jártál? Nem. Még nem? Tehát semmi? Tehát te nem. Ilyen nagyon fegyelmezett. Én nagyon sokáig nagyon fegyelmezett voltam. Kérdezték, hogy és mi van, amikor pasizni akarok? Kérdezték egy riportban, még annak ki nem mondtam, hogy hát mit csinálnék? Beülök egy sarokba, azt megvárom, amíg elmúlik. Tehát az az igazság, hogy én nagyon sokáig én a színpadnak és a zenélnek éltem, tehát engem meg bele se fért az időmbe, állandóan úton voltunk. Meg nem is jött olyan, tehát ha jött volna, akkor valószínű nem lett volna akadály, de hogy én úgy megvártam azt az embert, akivel úgy, jó, akkor most úgy vele igen lehet. Tehát, hogy én most úgy, azért, mert én most ismert ember voltam, azért én nem jöttem, mentem, megismerkedtem mindenkivel. Aztán később beputoltam, de ez még mindegy is. Nem akartam ezt kérdezni. Géza, te is hasonló módon egy kicsit távol tartottad magad a női nemtől? Tehát, hogy... Nem, hát én nem voltam ugye nyilván így ilyen popstár, vagy nem tudom, hogy nevezd, de nem voltam sztár. A szakmában igen ismertek, nyilván volt egy-két műsor, nyilván a nők körében éreztem a szimpátiát. Igen, a szimpátiát. Tehát, hogy magyarán mondva... Ezt mikortól érezted egyébként? Magyarán... Szóval hány éves korodtól kezdve? Tehát így körülbelül ilyen... 9. Tehát amikor még tanuló voltam, akkor a diszkóban, akkor még így mondtam, hogy fodrász vagyok, mert akkor jobban jöttek, ugye, tehát el tudtam adni magam még a semmire. És amikor már úgy kicsi értékelhető munkát végeztem, akkor hát ilyen 24-25 éves koromban már úgy észrevettem, hogy így
egyre szebb a tálca, ugye, ami, amit így mondva, tehát nyilván ki is használja az ember. Mondtam a Szécsi Pali slágerét, meg itt a Tóbi bácsit említettem, hogy végül is van egy, a kuncsaftok körében egy óriási nimbusza általában az ilyen menő fodrászoknak, hogy és úgy általában a többi nő körében is azt tetszik, hogy női fodrász, tehát az egy ilyen... Ez egy nagyon érdekes, amúgy, amit most mondtál, mert amikor igazán azt gondoltam valakiről, hogy tényleg meg szeretném hódítani, igen, és beült a székembe, és mondtam neki, hogy milyen szépek a szemeid, és akkor ilyen frizura, és akkor, hogy esetleg egy kávét, vagy teát, vagy valamit megihatnánk délután, akkor azt mondta, hogy jaj, hagyjál már, hát ezt mindenkinek ezt mondod. Tehát, hogy akkor viszont meg egy akadályt kaptam, igen, tehát akkor egy fal elét kerültem, igen, és akkor éreztem, hogy ez valahol, ez így nem jó, nem tudtam irányítani, és ez az egészet, ez olyan volt, mint egy folyóba dobott fadarab, tehát csodródtam az árra. Belefulladtál majdnem a... Hát majdnem belefulladtam, igen. Nők általi, igen, népszerűségbe. Igen. Hát abban... De azért jól elevezgettél szerintem egy pár évig ebben, nem? Én nagyon szerettem ugye vicckélni, fulladozni, tehát semmi baj nem volt ebben. De ez tényleg nagyon érdekes egyébként, szóval én most már ilyen... Látod, milyen őszhajú. Tényleg majd a frizurámról akartam kérdezni, hogy mi a véleményed egyébként. Nagyon jó. Hogy... Nagy levágy egyszer. Ez nagyon érdekes, amit te mondtál, hogy nem hiszik el. Igen. Tehát, hogy akkor, amikor megvan, nem hiszi el, hogy akkor ő hozzá tényleg nagyon komolyan szeretné ragaszkodni. Igen. Tehát, mert olyan múltad van, olyan pedigréd van, stb. Csajok elhitték, hogy te ragaszkodsz meg, vagy te ilyen laza gyereknek számítottál a nők körében, mert hát ismert ember voltál, szextáncos is. És szívecskés gatyám. Ez, hogy nem tudom, én az a baj, hogy olyan vak vagyok ezekhez a történetekhez, hogy ki vonzódik, vagy ki nem vonzódik. Lehet, hogy akkor vettem már észre egyetem magamon, amikor már a közelben nem járt a menyecske. Megvigyelni az életem, azért, tehát így élveztem az életemet tök jól. Meg érdekes, hogy azóta nem vagyok ilyen kicsapongó, mióta van egy lányom, de lehet, hogy azért, mert hogy tehát azt gondolom, hogy milyen lesz az, amikor ő most 9 éves? 7 éves. És akkor milyen lesz az, amikor majd bejön az első furcsa tekintetű kisfiú az ajtón, és rettenetesen szerelmes belé, és én látom a szemén a srácnak, hogy na, ez nem stimmel, de úgy se tudod elmagyarázni. Tehát lehet, hogy van benne egy ilyen tudatalatti kontroll, hogy most már azért nem vagyok annyira, mert rengeteg embert bántottam meg én régen azért, tehát így éltem a világomat, tök jól éreztem. Azt hogy érted, hogy megbántottam? Hogy tehát, amikor aki már kötődött volna, én azt pont akkor nem akartam, akkor, tehát így nagyjából akkor így azt lezártam, és akkor én nem akartam én nagyon kötődni egy nagyjából senkihez. Ugye el voltam én ott ebben a kis sztereotípiában, hogy a, nem tudom, az ilyen külalakú fickoknak ilyen meg olyan tulajdonságait. Ez egy csúnya dolog, nem, Gabi? Amikor már tényleg egy nő elkezdi szeretni és lepattintja. Nem csúnya dolog, mert akkor az meg átverés, hogyha sajnálatból van bele. Én ezt soha nem szerettem például. Ha nem érzi, meg most egy nőnél kialakulhat egy kötődés, egy szerelem két nap alatt is, tehát a nők egy kicsit másképp vannak beállítva. Meg van olyan, hogy nem alakul ki, meg van olyan, hogy kell egy-két hónap, mire kialakul. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy férfi nem érzi azt, hogy neki ez egy működő kapcsolat lenne, akkor inkább menjen, mert sokkal nagyobb kár tud okozni, hogyha jó, van még egy kicsit, adok neki időt, hátha. Ja, tehát, hogy az annak semmi értelme, mert csak megy az idő, a nő még jobban beszerelmesedik. Jól csináltad, büszke vagyok rá. Hát köszönöm szépen. Na most elárulom, jó, tudom, hogy rossz lehetett annak, aki ezt megérte, meg nekem is rossz volt, amikor ezt meg kellett élni. Így én egy utólag így nem veled. De most buktunk meg. Most buktunk meg. Na most elárulom a kedves nézőknek, hogy van egy olyan fajta kötődésed a Gézához, ami a Sorelnek nincsen. Nem tudjuk ezt. A Gézához? Igen, bocsánat. De akkor viszont akkor a Géza mondja el. Tehát, hogy én arra voltam kíváncsi, hogy amikor megismerted és közel kerültél hozzá, akkor hogy láttad őt? Tehát, hogy akkor ő milyen fokon volt a szakmájában, mennyire volt népszerű, mennyire féltél attól, hogy szétkapkodják a nők? Egy újságnak egy átváltoztatjuk, vagy egy ilyen haj, meg... Igen, Story Star magazin, vagy valami ilyesmi újság volt. Igen, volt egy ilyen át, és akkor oda meghívtak, és akkor a Binder Géza lesz a mesterfodrász. Hallottam már a nevét, tehát nem volt ismeretlen a számomra, de nem jártam még nála. És akkor lementem,
És nagyon megnyerő volt egyébként a stílusa, tehát ilyen nagyon vagány volt. Tegyük hozzá, hogy egy ilyen szupersztár alkotó. Most bocsánat, azt akartam mondani, hogy én aztán, amikor úgy Isten igazából szembe kerültem vele, megláttam, akkor azért ő egy, bocsánat, ő nagyon jó pasi volt. Köszönöm. Most is az, de a haja az valami hihetetlen, hogy mennyi dobott rajta. Hát majd kineveztem, Az van, hogy a Géza azzal a megnyerő stílusával, a szép szemével, a hosszú hajával, a motorjával, na hát az kész, tehát hogy melyik nő az, aki nem figyel fel rá. De azért hozzá kell tenni, hogy mi rögtön nem jöttünk össze. Még elmentünk azért egy jó pár randira. Volt olyan, ahol ott is hagytalak el. Tehát, hogy én igen, tehát, hogy a Gabi nem adta könnyen, mert amikor én őt úgy megismertem, és ugye, tehát azért elkáprázhatott az egész életével, a személyiségével, a kinézetével, és utána nekünk volt egy hely, ahol találkoztunk, így még pluszba barátok által, és akkor utána én elkezdtem nyomozni, meg ugye, tehát udvarolásnak mondták ezt akkor is, vagy most is. De úgy is tehát nyomoztál, hogy leinformáltad, hogy kivel, Igen, és akkor próbáltam így megtudakolni, hogy most hol fog fellépni, hova fog menni, és akkor egyszer el is mentem egy fellépés, talán arra emlékszel, hogy akkor valami díjátadó volt. Tehát, vagy valami, elmentem ilyen tök örömmel, hogy majd milyen jó király leszek ott akkor, és találkozunk, aztán úgy lepattintott, mint a húzat. Tehát utána el voltam. Leléptem a buliról, nem esett szerűség. Vagy eltűnt, tehát ott úgy volt, hogy na majd elmegy pisilni, vagy nem tudom, mosdóba, és akkor mondta, hogy mindjárt jövök, és akkor ott maradtam, mint egyébként. De bennem volt, bocsánat, szabad ne felejtsd, bennem volt egy picit az is, hogy igen, tehát valószínű minden nővel ezt csinálja, és tudod, csináltam. Nem akartam úgy olyan gyorsan, hogy jó, akkor randizunk, mert hát most jó, ha azt mondom, hogyha elég kitartó lesz, akkor jó. Tehát próbára tetted őt magyarán ilyen? Nem volt azért olyan hosszú idő, de kicsit de hát igen. De próbára, igen. De ugye, hogy... Az, hogy a lányok, mondtad Géza, akit ott fodrászkodtál, és mondta, hogy biztos mindenkinek ezt mondod, igen. Te is azt mondtad, hogy biztos mindenkinek ezt mondod. De ha valaki igen. Szépet mond, meg ilyen kedveset, akkor miért ugrik ez be rögtön? Mert vannak ezek a sztereotípiák, hogy ha fodrász, akkor biztos. Tehát, hogy... De bocsánat, ez így van. És egy jó, tehát a Géza egy nagyon jó pasi. Tehát, hogy és ránéztem, és akkor azt mondtam, hogy Úramisten, hány csaja lehet? Tehát, hogy nem az ugrott be, hogy biztos szeretne tőlem valami komolyabbat, hanem, hogy Jézusom, most innen ő hova mehet? Tehát, hogy miközben persze, hát nem ismertem őt, tehát nem tudtam, hogy ő milyen. De hát azért te kemény életet éltél. Tehát te szeretted a nőket. Tehát olyan, mint a villamos, hogy van, egy csomó van. Megállója van neki, és úgy éli az életét. Hogy... Gézának? Igen. Nagyon sok megállója van. Nem, mint úgy, hogy egyszerre, úgy értem, hogy egyszerre. Tehát attól tartottál, hogy egyszerre több nőt tesz volna. Nem, csak hogy azért neki az a dolga, hogy elvarázsolja a vendégeket. Igen. És nem biztos, hogy én erre bevő lettem volna, hogy jó, most akkor mindenkivel, de ez a dolga. Egy jó időt együtt éltetek végül is aztán, ugye? Másfél évet. Az szerintem az a Gézánál az egy nagyon komoly idő. Hát ő volt a leghosszabb kapcsolatom. Akkor?
igen, abban igen. 20 évben. Hát abban a 30, nem, hát ugye én, amikor, nem én már 30 fölött voltam, igen. Szerintem jócskám, vagy nem tudom, hogy mikor hát is volt. Hát közeledtél, de nem. De ilyen olyasmi, 30. Tehát na, most ne kezdjünk el számolni, mert akkor, hogyha kiderül, hogy a... Ki hány éves? Te voltál, nem, hanem, hogy te voltál a leghosszabb kapcsolata, akkor mennyi lehetett a legrövidebb? Nem volt neki hosszabb, de abban a jó pár évben tényleg... De legalább őszinte. Az írom a Gézában, hogy őszinte, igen. És mi volt az, ami miatt ez befejeződött? Bonyolult sztori, hogy miért fejeződött be. Egyszerűen én úgy éreztem a Gézán, egy idő után, persze az elején mindig minden kapcsolat tökéletes, a rózsaszín felhők, és akkor, amikor lecsillapszanak a rózsaszín felhők, akkor az ember elkezd látni dolgokat. Elkezdi meglátni a valós dolgokat, a valós énjét, és igazából a Gézával semmi gond nem volt egyet kivéve, hogy ő... Én úgy éreztem, hogy még nem áll készen arra. Mm. Én családot szerettem volna férhez menni. Ő már biztos nem megy férhez, vagy biztos, hogy nem nősül meg újra, vagy még egyszer, vagy először, vagy akármi. Tehát, hogy ő... Tehát te előre ezt lejátszottad magadban, mint a dühös kis. Nem, de erről beszélgettünk. De én nem játszottam le. Igen. Tehát, hogy ez egy folyamat volt, hogy létszett, ő igen. Nem akar gyereket, ő még nem akar gyereket, de majd akar gyereket. Vannak olyan kapcsolatok, én nem tudok ilyenről példát mondani a magam életéből, de hogy vannak olyan kapcsolatok, amikor előre megmondott, hogy mi most, vagy érzékelteted, vagy nem tudom, hogy hogy van, de az a lényeg, hogy a lány tudja, hogy te igazából jársz is vele, meg nem is. Szóval, hogy ezt... Mindegy, mi van. Tehát, hogy... Előbb-utóbb valaki kötödi. Hát, igen, de ezt akarom mondani, hogy ezt megbeszéli az ember, vagy ez hogy van? Hát te elmondja, hogy csak tisztán akar játszani, persze, nyilván de volt mit, már mit, ilyen. Mit mondasz, hogy csak moziba akarok menni veled, meg az csak, ágyba? Vagy, csak vagy... bélyeggyűjteményt szeretnék nézegetni veled, és akkor nem lesz más. Tehát ez biztos, hogy, és valaki, tehát vannak azok, nyilván vannak olyan kapcsolatok, mondjuk ezek ilyen menedzser, nem tudom, ilyen top igen, vezetők, aha. Akkor csak azért jövünk össze, mert... Aha. De hogy az alapvető szerintem ugye, alacsonyabb vezetői rétegekben is működik, szerintem, de működhet, de előbb-utóbb valaki kötődik. Mm. Most a gyermeked anyukájával együtt élsz? Nem. Nem? Nem. De jól működtek a gyerekkel kapcsolatban? Hát belekapcsolatban tökéletesen persze. Mm-hmm. Aztán az egy másik ügy, hogy más miatt mi van, de hogy alapvetően így most jó. Működik az egész. Az a bajom, hogy ez a 22-es csapdája, tudod, hogy tudjátok a filmben is, meg a könyvben is, hogy akkor, hogyha ő tudja, hogy ez egy életveszélyes dolog, akkor nem lehet bolond, ezért nem szerelik le. Na most akkor, hogyha ő tudja, hogy te tulajdonképpen nem akarsz veled járni, és mégis jár veled, akkor az egy elég abszurd dolog, és mégis van ilyen. Ez egy nagyon érdekes történet, mert ugye nyilván egy jó kapcsolat, tehát úgy tudom, elmondani, hogy mint egy szép könyv. Tehát mindenki a saját két könyv összeolvad, tehát hogy van az a két majom is, ami összeolvad. Tehát a lényeg az, hogy mindenki a saját könyvéből lapoz egyet, és őszintén ugye megyünk lejjebb, és hogy kíváncsi vagyok, hogy a másik mit fog erre visszalapozni. Ezt én, ezt én úgy hallottam egy jeles klasszikustól, hogy mint két kicsi legó, de ezt a két hát, könyvet ezt még nem hallottam. Igen, de ugye mindenkinek van egy könyve. Tehát úgy mondom, mint egy tehát, hogy, ilyen titok, tehát egy szikre. Jó, de most, hogy lapozod a te könyvedet, lapozod a Nagyságos Asszony könyvét, vagy lapozza ő nem a könyvét? Nem az a baj, ha én lapozom, ő nem lapozza. Vagy az a baj, hogy ő lapoz, én meg nem lapozom. Tehát, hogy előbb-utóbb az egyik fél, ahogy mondta szóra, elkezd kötődni, aha. És amikor érzem azt, hogy elkezd kötődni, de közben nem lapozza, akkor azért megijedek. Tehát akkor ugye én elkezdek lapozni egy hamis oldalt, tehát aha. Valamit eljátszok, tehát valamit eljátszok neki, amit ő szeretne belőlem látni, aha. És utána érzem azt, hogy milyen tökéletes hülye vagyok, hogy nem önmagamat adom. Uh-huh. Nyilván most már ezzel hál' Istennek nincsen problémám, de voltak ilyen zsákutcáim, hogy így belementem egy csapdába, a saját magam csapdájába, és amikor olyan mélyre elvittem a csapdát, amikor már tényleg én fúldokoltam, hogy akkor ebből hogy mászak ki? Tehát ez én voltam a hülye, és nyilván, amit a Szor elmondott, hogy ő eleve megmondta, hogy tehát időben még, tehát nem sok lapot hamisított meg a könyvéből, de viszont a szépség az ennek az egésznek, hogyha valakivel két ember úgy találkozik, hogy az összes lapot és utolsót is még ellapozzák, onnantól kezdve úgy tudnak este ülni csendesen, hogy nem jön fel egyikbe se kérés, hogy most
úristen feszültség van, hogy most rendesen üldögélünk egymással, hanem egyszerűen nincs már para, nincs kérdés, csak fejlődés együtt mindenbe, tehát akkor nyilván a szexualitásban is meg kell beszélni mindent, tehát magánéletben minden területén. És most ilyen a történeted kapcsolatban? Én úgy gondolom, hogy nagyon őszinte lapokat osztunk meg egymással, nyilván nem értünk meg a könyv végére, tehát ezt nem tudom, tehát nem vagyok jós, hogy én meg nem tudok felnőni ez a hasonlathoz, de igyekszem követni, tehát hogy ez egy érdekes dolog ez a kérdés. Hát a lényeg az, hogy csak őszinte kapcsolat a kapcsolat. Az a jó, hogyha valamelyik kapcsolat nem működik, őszintén megbeszélve engedjük el egymást, mert az egészség után az idő a második legfontosabb dolog az ember életében. Tehát akkor hagyjunk neki időt, hogy még boldog legyen másról. Na most én nem tudom, hogy ti milyenek vagytok így a kapcsolatokban, de én megmondom őszintén, hogy én nekem van egy nagyon rossz tulajdonságom, hogy én egyszerűen a dolgaimnak a történetét én mondjuk 20%-ot vagy 15%-ot esetleg elmondok, de nem tartom fontosnak, hogy elmondjam a másiknak. Tehát amikor közösen dolgozol valakivel, akkor persze megbeszéled a munkát, de akkor, amikor ilyen mindenféle dolog van, akkor nem feltétlenül mondod el részletesen, tehát nem tolod rá ezt az egészet, ugyanakkor az nagyon idegesítő lehet, például a te szakmádban is, meg a te szakmádban is, hogyha egy civil ember a társatok, hogy például te elmész, és akkor 2 órával később mész haza, Gabi, és akkor azt gondolja, hogy akkor na most akkor mi van. Majd érkezem. Igen, és sokszor hallottam annak idején. Mikor jössz, majd. Veled is előfordul, hogy majd, és akkor mit szól a párod? Nem, hát nálunk nincs ilyen. Tehát egyrészt, amit fegyelem mondtál, van, fegyelem hogy van. Mi mindent megbeszélünk. Tehát nálunk nincs olyan, hogy ezt nem mondom el, mert ez lényegtelen. Egy sok kis lényegtelen dolog nagyon lényeges tud lenni majd később, vagy éppen abban a pillanatban. Mi szeretünk mindent megbeszélni. Az más téma, hogy ő kevesebb dolgot mond el nekem a munkájáról, mert hogy azt mondja, hogy már nem akar róla beszélni, mert végre most arra lenyugodott, úgyhogy majd el fogja mondani, hogy mi történt, de most, most ne beszéljünk másról. Neki egyébként érdekes a munkája, mert nem tudom, hogy mivel foglalkozik a párról. Roppant érdekes mindennel, tehát hogy 8 szakmája van, úgyhogy, és mindegyikbe dolgozik, úgyhogy nem... Hát arról pedig akkor tudna beszélni, hogyha 8 szakmában egyszerre dolgozik. Abszolút. Hát csak hogy... már pihenni akar. Nem? Igen. Igen, meg hát azért otthon folytatja a munkát, tehát otthon még nem áll meg, még a számlázás, meg a beírások, meg a táblázatok, meg a költségvetések, meg az árajánlat készítések, tehát attól, hogy ő otthon van, még nem ér ránk például. Aha. Eljön az az idő, amikor ő leteszi a lantot, és akkor együtt vagyunk, és ez tökéletesen működik. És nálunk nincs ilyen, hogyha nagyon ritkán megyünk el. Amíg nem voltak gyerekek, addig ketten mentünk eleve, vagy baráti társasággal. Amióta pedig vannak a gyerekek, azóta, hogyha most én egy kicsit kimozdulok, tehát nincs olyan, sőt azt mondja, hogy figyelj, gyere haza, amikor akarsz. Tudod, mit aludj a barátnődnél? Tehát, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy ha végre kimozdulunk egy kicsit, akkor ő ott helytáll a gyerekekkel, és ez fordítva is így van. Mondja, hogy nem marad sokáig, mert ő most éppen nem... De annak ellenére... Fáradt, és közben... Az a nem marad sokáig, amikor reggel 4-kor felhívom, hogy jól vagy, és még nem veszi föl a telefont, hát Istenem, hát sörözött. Tehát megbízol benne. Abszolút. Színpadi sztár is vagy, és anyuka is vagy. Ez egy könnyen egyeztethető dolog tulajdonképpen így az embernek így távolról. De az, hogy te sokkal többet vagy most anyuka, mint színpadi sztár, azért az egy nagyon érdekes helyzet. Tehát az nem rongálja a lelkedet, hogy most akkor a hát többiek... dehogy nem, hogy ne rongálna a lelkemet. De azért rongálja, mert hogy ez egy olyan szituáció, amiben nem én kevertem bele saját magamat, hanem ez egy adott helyzet. De most a vírusról beszélsz? Hát igen, mert azért... Én különben gondoltam, okay, ezt csak most én közbe haladok, csinálok új dalt, lesz majd új videóklip, tehát hogy haladok, de az, ami engem kikapcsol a színpad, azt effektív, én most nem csinálhatom. Persze, hogy rombolja a lelkemet, de ez nem az én hibám. Tehát nem az volt, hogy én úgy döntöttem, hogy én nem akarok többet fellépni, vagy nem akarok színpadra állni, hanem nem mehetek. Tehát a kettő között óriási különbség van, és persze, hogy rombolja a lelkemet, mert nekem olyan jó volt tavaly nyáron is, hogy
Én voltam a gyerekekkel hétfőtől péntekig, szombaton beültem az autóba, és az meg az enyém volt. Tehát, hogy a férjem, az, még picik voltak a gyerekek, ő altat, fürdett, etett, mindent csinált. Tehát, hogy hétvégén ő van a gyerekekkel. És amikor te elmész a férjeddel, még igényelné, hogy ott így integessen neked a színpadon? Tehát, nem hogy nagyon. Nézzen a színpadon? Hát egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány fellépésem volt. De, és nem azért, mert nem büszke rám, hanem volt, csak... Én nem akarom őt annak kitenni, hogy levigyen Budapestől 300 kilométer és üljön az autóba. De például Hungária Tribute koncerteken rengeteget volt, mert azt nagyon-nagyon szereti, és ez egy olyan, annyira más közeg, hogy oda például mindegyik, meg az általában Pesten volt, tehát mindegyik bulira eljött. De hogy én lerángassam őt Gyulára, vagy most bármilyen új kígyósra, ami köztudott, hogy nincs messze, tehát, hogy nem kell. Meg most, hogy gyerekek vannak, ő otthon, hát így meg viszont milyen jó ez a helyzet, mert hogy végre 4 évesek a gyerekek, és tudunk menni együtt kirándulni, programokat szervezni. Jut eszembe, hétvégén megyünk a Gézájékhoz le, úgyhogy ilyen kettős családi kikapcsolódás lesz. És ilyenkor nem beszélgettek a múltbeli hibáiról, vagy valami? Nem, a hibákról nem beszélgetünk, de egyébként a férjemmel tök jóba vannak, tehát persze, hogy jóba vannak. Az esküvőnkre a Géza csinálta, tehát az ilyen hajamat legalábbis. Igen. Te azért egy ilyen domináns személyiség vagy azért, Gabi, ezt így azért... Ne hallgassuk el szerintem. Hát, egyetértesz, ugye? Inkább azt mondom, hogy erős egyéniség vagyok, tehát valószínűleg ez is probléma volt nálunk. Már majdnem elfelejtettem, hogy nektek van ez a biofodrászat, hogy Bioher az a neve, ugye? Igen. És hogy ezt a Géza találta ki, ez az ő brandje, és hát baromi nagy sikere van. Hány üzleted van már? Hány üzleted? De ez franchise van. Igen, tudom. Csak nyilván hány 39 üzlet 39 van most. Üzlet. És ebből Budapesten mennyi? Az 26, vagy van, ami 26 körül. Na, mert és úgy tudom, hogy a Gabinak is van egy saját üzlet. Tehát ez saját vállalkozás, csak az, hogy a franchise-on belül tartozik egy központi rendszerhez. De ezt mint üzletasszony tartod össze, tehát te nem. Én nem vágok hajat. Tehát, hogyha egy új fizurát szeretnék csináltatni, akkor a Gézához vagyok kénytelen fordulni. Hát, vagy most már a társamhoz, aki a volt táncosom, a Gyufa, és ő most végezte le a fodrász szakmát, úgyhogy... Hát majd megpróbálok összespórolni. Nem, én a Gézát választom, csak még egyelőre spórolok. Rendben van, pedig a Csabi biztos gyakorolna. Még csak ennyi 20 000-es van, ahhoz, hogy egy nyilatkozás... Nem, mert körülbelül annyi pénzem van egyelőre most, hogy a Géza megfésüljön, érted? Az igazság egyébként, hogy annak idején, amikor én még a legelején szálltam be, tehát nem is tudom, márciusban nyitottátok az első üzletet. Február 1-én, igen, én meg júliusban, júliusban nyitottunk. A Géza megkeresett, hogy figyelj, van egy ilyen, tök jó, nagyon szeretik az emberek, nem szeretnéd? És akkor ott pont a Csabival jöttünk hazafele egy fellépésről, és mondom, figyelj Csabi, van ez, van pénzed, nincs, neked nincs, jó, hát akkor oldjuk meg. És kb. Így mentünk bele, a Géza meg a Gabi szavára, mert ahogy a Perger Gabi a másik nagy kitalálója ennek az egésznek. Igen. És az ő szavukra én hittem nekik, hogy ez egy jó effektív befektetés, és mi is azt mondtuk, hogy nem baj, hogyha az ember több lábon áll. Igen. Mert muszáj, és mi hittünk a Gézának, meg a Gabinak, és befektettük a nem létező pénzünket. És akkor és érdemes volt. És érdemes volt, és 10 éve már nyitva vagyunk. Igen. Eszembe jutott, hogy amikor esténként beszélgetettek a Gabival a Kandallónál, akkor milyen arányban duváltál te meg ő, szóval ilyen... Én olyan 95%-ra tippelek, hogy te voltál az 5%. Körülbelül így volt. A Gabinak nagyon szép a hangja, és nagyon fülelsz rá. Tehát amikor így meghallod a hangját, akkor nagyon nehéz. Például mondok egy másik oldalt, ha nem haragszik a Gabi, elmondhatom. Mit akarsz mondani? Mondd el nyugodtan. Tehát, hogy nekem abban az időben voltak sok barát, haver, akivel mindig PlayStation-eztünk, és például, amikor így rá voltam koncentrálva egy játékra, és a Gabit mondjuk felhívta valaki egy fellépéssel kapcsolatban, bárki, és a hangja így fellebbent ugye a szobának a csendjébe a játék
közben. Igen. Egyszerűen nem tudtam a játékra figyelni, és mindig mondom, Gabika, tehát hogy kicsit, tehát olyan a hangja, ami nyilván... Tehát, hangosan telefonál? Nem, szerintem őnek van egy csodálatos hangszíne, tehát hogy, meg egy, de én azt gondolom, ami zavarta őt a játékban. Ami mikor játszom, nyilván valamikor élményben, tehát, tehát voltak sok ilyen poénok, hogy mondták, hogy reggel megcsinál neki a haját, tehát mondtam, hogy hát ő reggel énekel nekem, tehát, tehát voltak ilyen sok játék, de aztán volt, amikor mind a kettő összejött, tehát ugye énekelt és egyszer-egyszer. Igen. Ha én ilyen ügyvédként értelmezném a te helyzeted, akkor azt mondanám, hogy a Gabi tulajdonképpen egy papucsot akart belőled csinálni. Nem. Mi nagyon szépen csiszolódtunk egymáshoz. Igen. Csak tehát ez meg az én hibám volt, hogy nekem abban az időben voltak olyan barátom is, aki bajba keveredett, feljött ott lakott közben egy szobába, tehát a Gabinak nagy hiánya volt. Akkor volt egy másik barátom, akivel eleve elkezdtünk együtt lakást bérelni, és akkor ő így rajta maradt még egy darabig, közben jött a, közben a Gabival találkoztunk. Tehát, hogy belelógott. Nagyon sokan lettünk a lakásban. Volt, amikor négyen laktunk a lakásban, és Gabi mondta, már ugye mindenki megkapta jó kis szobákat, azt a végén mi már ott maradtunk a nappaliban, és mondta, így, ne, így nem tudja. Tehát a baráti okay, életed az belelógott. Tehát mondtam neki, hogy kitartás, Gabi, meg lesz oldva minden, tehát, hogy türelmetlen is volt egy kicsit, de ezt meg is értem, és hát utána nyilván mind a ketten a legjobbat akartuk egymásnak. Tehát. Nekem is jót akartál, mert hoztál lányokat, ugye? Hogy, ezt te akartad, hogy, igen. De az az érdekes, hogy így nézem az arcukat, hogy ennek is, meg ennek is teljesen más az arca, hát ugye? Hát most csak igen, teljesen. Mert ugye csak kikaptam, mert mondtad, hogy esetleg, mert ugye nyilván minden haj a hosszúból indul ki, tehát ha nem a születést veszük első pillanatnak, és nyilván egyre rövidebbek lesznek a hajak. Tehát úgy, hogy demo hajvágáshoz kell, ahogy tanítod a hajvágást, és ennek ilyen hosszú haja volt, és akkor egyre rövidebb a haja. Vágták, és nagyon ügyesek. Hát sajnos már, mint régebben azért sokkal több volt a külsős modell, aki eljött és levágott a haját, tehát ilyen ajándékhajvágásban, és sajnos a mai világban, hát nem az a baj, nincs ideje már, tehát nincs ideje a nőknek, meg a férfiaknak pedig sem. Pedig ingyen levágjátok a haját, és még hát Sorelnek is ingyen. Amerikában mondta nekem egy pasas, hogy ez egy, hogy milyen kopaszra vágja, hogy ez egy külön spéci dolog, mert nem mindegy, hogy vágják le kopaszra. Ez az egyik kérdésem, két kérdést teszek fel. A másik meg az, hogy úgy látom, hogy a Sorelnek mint egy festmény olyan a szakálla, szóval az egy melós dolog lehet így borotválni. Két kérdésre válaszolj, légy szíves, te mint mesterfodrász, fodrász király. Egyet tudok válaszolni, hogy a Sorelnek már vágtam a haját, tehát hogy szerintem, tehát hogy azért mondjuk ki, hogy a legegyszerűbb az egy hossz nulla, tehát majdnem nulla, tehát ezt nem tudod elrontani magadnak se, maximum egy ilyen két tükörben nézed, hogy magamnak is én vágom, vagy néha a párom, és akkor így néha egy-két csígi benne marad, és akkor tükörből azt így kiegyenlítem. Tehát itt a fejforma a lényeg, tehát valakinek, ha nem jó a fejformája, akkor jobb, ha leszoktuk beszélni, akkor ne hordjon kopaszt. Itt az a baj, hogyha valaki kopaszodik, és közben nem is jó a fejformája, tehát akkor ott ő egy kicsit csapdába keveredik. Akkor így csimogatod, hogy ne haragudjon. Akkor meg kell ültetni, hogy vannak olyan hajápolás, hajnövesztők. Akkor van az átfésülítő. Vagy mint Trump, igen, tehát hogy át kell, mint a metróban, amikor jön fel, és akkor behajlik a zseliétől, tudod a helyzet. Hát van ilyen amerikai elnök is, akinek olyan. Azt mondom, igen, tehát van, aki így szereti, vagy így leplezi, gondolom, én azt gondolom ebben, hogy aki egy kicsit önmagát felmeri vállalni, az a kopaszt is felmeri vállalni, és itt van az élő példa Sorel, és a szakállát kérdezted, én... Nagyon speciális. Szerintem ő magának vágja. Igen, de akkor is mesteri. Nagyon, igen, esküször van nagyon jól levágva, tehát ő szerintem ismeri a saját arcát, tehát valaki a saját haját nem ismeri, és nem tud hozzá nyúlni, és kicsit ilyen botkezű, vagy hogy mondjam, de vannak olyanok, akik nagyon jól értik a saját hajukkal, és sokat tanulunk mi is abból, hogy hogy nyúl a hajához, de vannak ilyen oktatások is, de a Sorelnek látszik, tehát én nem tudom annyira levágni. Épp ezt akartam mondani, hogy az övé sokkal rajzoltabb. Így van. Gondolom több időt is szentel rá, mint én. Ez 3-4 perc ez az egész. Komolyan? Igen, tényleg? Direkt megborotválkoztam, hogy ne nézek ki, mint egy tálib harcos, de tényleg rövid, tehát pikpak megvan, már csukott szemmel is, de már érzem, hogy oké, megvan, hogy húzod.
Alulhúz, az viszontlátásra. Mm-hmm. Úgyhogy, de egyébként visszatérve ez a barber történet, ez én imádom. Tehát több helyen volt, még Észak-Afrikában, meg ott az ilyen nagy kultúrája van, és azt imádom, hogy befekszel, ott megmasszírozza a fejedet, az ember, az arcodat, aztán utána forró gőzölgőpigyóval ott letakar, meg annyira, úristen, a tévé a plafonon. És pasi egyébként? Pasi, mindenesetben. Igen. Igen, kint mondjuk az arab kultúrában viszonylag kevés az olyan barber, aki hölgy, de ez itthon azért most már egyre elterjedtebb. De én ezt imád, tehát hogyha valaki ezt megcsinálna nekem naponta, akkor én minden nap mennék, teljesen mindegy, hogy mennyibe kell. Érdekes, engem még sose borotfált meg se. De nem azért, csak nem a... komolyan még tesónak, mert nem, tehát nyilván akkor lufin kelleti borotvágat gyakorolgatni, tehát hogy én nem... Érdekes, hogy ez így, már csak a másik oldaláról tekintem, hogy azért, hogy ez így... Azért a nőknek van egy csomó olyan kényeztető kezelés, amit ugye el tudnak, de hogy pasosnak mi? Szeretném az én saját ilyen problémámat elmondani, hogy ugye a frizurámmal kapcsolatban mondtam a Gézának, hogy egy őszinte véleményt mondjon az én frizurámmal. Benny Hill. Viccelek, tehát akkor erre mondhatom azt, hogy ezt a Binder Géza vágta, és akkor ezt felvállalod, aláírod, dedikálsz. Akkor igen, de, hanem akkor találj ki mindig valami más nevetet, hogy... Dedikálod a fejemet, hogy te... Jó, és akkor megmondom, hogy ezt te vágtad, érted? De ha valami nem, nagyon nem jó, akkor nyilván azt mondom, hogy oké, ez valamit kéne vele kezdeni. Tehát én nem azt mondom, hogy... Tehát mind, azért is szerettem ezt a szakmát meg, mert nagyon... Minden nő szép, és minden szép nőből lehet még szebbet varázsolni. Köszönöm, hogy itt voltatok, hogy ilyen baráti beszélgetésre lehetőséget adtatok, mert mondtam, hogy most ilyen a világ nagy dolgairól most nem fogunk beszélni, hanem elégedjünk meg magunkkal. Remélem, hogy ti sem éreztétek nagyon rosszul magatokat. Köszönjük. És hát főleg azt remélem, hogy a kedves nézők is jól érezték magukat. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!